Köszöntöm Önöket, ismét itt a Weekend, a Kölcsei Televízió kulturális magazinja, július 8-a péntek van. Kertész Sándor képregénykutató lesz hamarosan vendégünk, aki rangos elismerést vett át a közelmúltban. Érkezik hozzánk az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny egyik győztese és felkészítő tanára, majd Györfi Kis Józseffel, alias John Cure-ral beszélgetünk itt a stúdióban, már is kezdünk. Új kötete jelent meg a közelmúltban, emellett munkásságának elismeréseként rangos elismerést is átvehetett Kertész Sándor képregénykutató, grafikus, szakíró, aki emellett több intézményben tanít is, és most a Weekend vendége. Jó estét! Jó estét! Szívből gratulálunk, Kocsmáros Pál díjat kaptál munkásságod elismeréseként. A díj maga csodaszép, tehát esztétikus is, és hát nyilvánvalóan a súlya is úgy gondolom, hogy a szakmaiságot jelzi, amely a te életedben ugye egy nagyon-nagyon fontos szempont, és hát szenvedélynek indult ez, gyerekkori szenvedélynek, és mára már gyakorlatilag a képregényírás professzora lettél, vagy talán profétája itt Magyarországon. Egy picit elevenítsük föl, aki esetleg nem olvasta a te köteteid, vagy nem találkozott még veled, hogy honnan is indult maga ez a szerelem a képregények iránt? Hát ez tényleg egy gyerekkori szerelem, tehát ez, én mindig ezt szoktam mondani, hogy a képregény az egy olyan elbeszélési forma, hogy azt vagy megszereti az ember fiatal korában, a gyerekkorában, vagy pedig különösebben nem foglalkozik vele, hidegen hagyja. Kicsit nehéz ezt olvasni, nehéz fogyasztani, tehát a képet, a szöveget összeilleszteni, ennek a rendszerét figyelni, tehát ezt vagy megtanulja az ember, és akkor imádni tudja. Én is így kezdtem, és én megpróbáltam rajzolni, tehát megpróbáltam ezeket másolni, kutatni, hogy akkor hol, mik jelentek meg. Tehát tulajdonképpen tényleg így indult ez az egész dolog. Hát már ez már komolyra fordult. Így visszatekintve, véleményed szerint mi volt az aranykor mondjuk Magyarországon képregény szempontból? Ez az aranykor, erről a következő köteten fog szólni egyébként, amit most készítek, ez a magyar képregény aranykora. Ez a 70-es éveknek az időszaka, tehát hogy akkor volt egy olyan magyar képregény rajzolói garnitúra, társág, és a magyar sajtóviszonyok olyanok voltak, hogy szinte, hát azt nem mondom, hogy minden lap, de nagyon sok lap közölt folytatásokban képregényeket. És olyan szerencsés időszaka volt a magyar grafikusoknak, amikor nagyon tehetséges rajzolók adták a fejüket képregény rajzolásnak, és töménytelen, tehát nagyon nagy mennyiségben készültek, nagyon magas grafikai színvonalon képregények. Tehát volt egy olyan időszak, amikor mondjam azt, hogy tényleg több millió emberhez eljutott a képregény, akarva nem akarva. Tehát nem voltak képregény újságok például, de mivel a napilapok is közöltek képregényeket, ifjúsági lapok, heti lapok, magazinok, azért aki azokat a magazinokat megvette, akaratlanul is találkozott a képregényekkel. Említetted, hogy nem is olyan könnyű ezeket fogyasztani. Nekem meg úgy tűnik, hogy igazándiból azért ad egy vizuális megerősítést, tehát nem teljes egészében ugye az embernek a képzeletére kell támaszkodni, mint akár egy regény esetében, de mégiscsak ott a szöveg, tehát valahogy úgy komplexen dolgozza meg az ember fantáziáját is, és hát nyilvánvalóan a stílus függvényében akár ugye a szókincsét is fejleszti, hiszen itt egészen szépirodalmi magasságokig is el lehet jutni, gondolom, a nyelvezetben, de azért úgy gondolom, hogy a hely mégiscsak inkább az egyszerűség felé viszi, ugye, a szöveget, vagy a rövidített mondatszerkesztés felé. Igen, mert ez egy képirodalom, tehát tulajdonképpen itt képekkel mesélünk történetet, és ebben valóban igazad van, hogy ha nagyon jó írók adják a fejüket képregény írására, mint Neil Gaiman például, akinek az utóbbi időben rengeteg képregénye jelent meg magyarul, akkor az irodalmi rész, a szöveges rész is elér egy magas színvonalat, tehát nem csak a grafikai vizualitás, hanem a szöveges rész, a tartalom. Tehát ma már túl vagyunk ezeken a kalandos, bugyuta történeteken, hogy elindul innen, onnan, aztán kalandokba keveredik, hanem a képregény az alkalmas arra, hogy nagyon komoly gondolatokat fogalmazzon meg, elgondolkodtat, és maga a képregénynek a kivitele, a minősége pedig olyan, mint egy művészeti album. Tehát azt az elolvasása után
a sztorinak a megismerését követően még nyugodtan kézbe lehet venni, és lapozgatja az ember, és nézegetik a rajzokat. Tehát ez adja meg a varázsát tulajdonképpen a képregénynek, hogy ez egy ilyen többször használatos termék. Tehát a sztorit ugye már olvasom, lehet, hogy, illetve ismerem, lehet, hogy nem fogom újra elolvasni, de újra és újra kézbe fogják venni a képregényt, és elkezdik nézegetni a szebbnél szebb képeket. Kezemben a privát képregény történet legújabb alkotása, a Keretek közt rajzolók, ugye? Ez az, ami 2021-ben jelent meg. Tulajdonképpen ugye ez is egyfajta történelmi áttekintés, tehát mi is igazándiból a képregény itt a magyar lapokban, mikortól találkozhatunk képregényekkel, egészen archív fotókon, képregény részleteken keresztül úgy gondolom, hogy a tudást most itt megosztod azzal, aki esetleg eddig nem volt képben, hogy stílusosak legyünk. És hát gondolom, hogy ez a fajta törekvésed a nyíregyházi Móricz Zsigmond könyvtárban megnyitott képregénytárban aztán minden szempontból összeadódik, mert hát ott nagyon sok mindent csináltatok az elmúlt időszakban. Tehát voltak vendégek, beszélgetések, és gondolom, hogy rengeteg képregényt lehet olvasgatni. Igen, ez nagyon jól sikerült ez a projekt, tehát amikor egy évvel ezelőtt elkezdtük a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárba a Tomaszowski Anitával ennek a képregénytárnak a kialakítását, akkor őszintén szóval mi magunk se gondoltunk, hogy ekkora népszerűségnek fognak örvendeni, de az, hogy egy helyen megtalálható a képregénynek a legkülönbözőbb típusa, a legkülönbözőbb minősége, tehát hozzájuthatnak azok is olyan történetekhez, akik bizonyos témákat nem nagyon kedvelnek, de ott van, bele tudnak nézni. És az, hogy kiállításokat szervezünk folyamatosan, és az alkotóknak az eredeti rajzait be tudjuk mutatni, sőt, maguk az alkotók eljöttek, és ők beszélgettek a résztvevőkkel arról, hogy milyen technikával, milyen módszerrel, milyen indítatásból, hogyan készítették a képregényeiket. Ez azért egy nagyon komoly közönséget hozott a könyvtárba, és aztán kiderült, hogy a közönség között van nagyon sok, aki egyébként meg képregényrajzoló, tehát van egy sor olyan fiatal, aki, én ezt már régebben is találkoztam, akivel a beszélgetésekben menet közben kiderül, hogy igen, ő nem csak úgy szereti a képregényt, hanem rajzolgat is képregényeket, és ő úgy ezeket, mikor egy-egy rajzolóval, egy eredeti alkotóval találkozik, akkor úgy issza a szavait, hogy akkor végre olyan közegbe került, ahol nem szégyelni való, nem titkolni való az, hogy ő képregényt rajzol, hanem megmutathatja tulajdonképpen a tehetségét a képregény rajzolás terén. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy ilyen optimizmusra ad okot, hiszen akkor ezek szerint ugye lesz jövő, és lesznek képregény rajzolók, akkor valószínűsíthetően lesznek képregény olvasók. Jellemző az, hogy ez generációról generációra, apáról fiúra száll, vagy az anya tejjel szívja magába valaki mondjuk a képregény szeretetét? Mindig, tehát megfelelő korban, hogyha találkozik az ember a képregénnyel, akkor tényleg meg tudja ragadni. Most már azért rendszeresek a képregényfesztiválok, a találkozók, ahol az igazi képregény fogyasztók jelen pillanatban ezek a 30-as, 40-es éveiben járó fiatalok, ők azok, akik a vásárlói, tehát ők rendelkeznek azzal az anyagi erőforrással, hogy meg tudják venni ezeket a képregényeiket, de ők már hozzák magukkal a gyerekeiket. Tehát amikor egy-egy ilyen fesztivál van, akkor azt látjuk, hogy a komplet család eljön a képregényfesztiválra, ahol úgy mindenki talál most már a saját ízlésének, igényének megfelelően képregényeket. Tehát nő fel az az újabb generáció, aki most már részben a filmeknek is a hatására, az animéknek, a szuperhős filmeknek a hatására, meglátja eredetiben nyomtatásba és ezeket a képregényt, ez egy összeadódik, egy ilyen komplex vizuális élmény az ő számára, és ez azért magával ragadó tud lenni, így hogy nagyon sok rajongója van most már a képregénynek. És úgy gondolom, hogy nem csak papíralapon, hanem gondolom online vagy digitális formában is, tehát vannak, akik mondjuk egy laptopon olvasgatnak, és nem veszik meg a képregényt. Vannak képregény nézegető programok, tehát a fiatal generáció az már nem feltétlenül igényli azt, hogy letöltse a képregényt, tehát hogy kinyomtassa a képregényt, hanem letölti a számítógépre. Vannak erre speciális programok, amivel nagyon trükkösen, ügyesen lehet forgatni a képeket, lehet haladni vele képről képre, tehát nem csak annyi, hogy behozom a képregény oldalt és nézegetem, hanem egy kicsit meg lehet mozgatni, lehet vele játszani. A másik, tehát ez a fogyasztói része. A másik, hogy egyre több olyan fiatal van, aki
a saját gondolatait, a saját életérzéseit rajzolja meg képtörténetekbe, ilyen kis képes sorozatokba, szösszenetekbe, és azt tölti fel az internetre. Tehát egyfajta önkifejezési formává is vált a képregény. Tehát már nem csak abból kell kiindulnunk, hogy a nagy üzleti képregény van a piacon, hanem ez egyfajta sajátos elbeszélési forma, amit a fiatalok most már ráéreztek, és egyre inkább jellemző az, hogy a saját gondolataikat 4-5 képkockába, 4-5 mondattal leírják, kifejezik, és ezt ők feltöltik a saját kis oldalaikra, a Facebook felületeikre, és nagyon jó visszajelzései, kommentjeik vannak. Hát tulajdonképpen kis képregény blogokat készítenek, ha lehet ezt mondani. Sándor, hát köszönjük szépen, elfogyott az időnk, pedig még mennyi mindenről nem is beszéltünk. Minden esetre az, hogy itt Nyíregyházán a könyvtárban rendszeresen lehet képregényeket nézni, beszélgetni, alkotókkal találkozni, az egy fantasztikus dolog, és többek között a te szervező munkádat dicséri, ami azt gondolom, hogy ebben a díjban ez is jutalmazva volt, úgyhogy még egyszer szívből gratulálunk, köszönjük, hogy itt jártál. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, ezentúl a nap bármely időpontjában lehet könyvet kölcsönözni Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár ugyanis egy új, a nap 24 órájában üzemelő automatát helyezett ki az olvasó közönségnek. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium kortárs modern tánc növendékeinek műsora előzte meg a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár új innovációjának átadását. Ahogy a táncművészet, úgy a minket körülvevő kultúra és az ahhoz kapcsolódó elvárások is folyamatosan változnak. Mai világunk az már inkább virtuális világ, és a közösségi médiában, a különböző internetes felületeken, ott éljük az életeinknek a 90%-át már lassan. És az olvasás is egyre inkább kezd áttolódni ugye erre a felületre, de mégis amit a könyv tud nyújtani élményként, és ami lényegében az életünket is meghatározza, akár mondjuk a fejlődés szempontjából gyerekként, ott a könyvnek továbbra is nagyon nagy jelentősége van, és nagyon fontos az, hogy hozzá lehessen jutni, és a könyvnek a szeretete és a könyvnek az olvasása az ott maradjon az emberekben. Ezért is fontos, hogy legyenek olyan fejlesztések, amelyek a 21. század generációját is meg tudják szólítani. A város dinamikus fejlődésének következő mérföldköve a kedden átadott könyvkölcsönző automata volt. A könyvtárnak e-mailben kell megírni, hogy az olvasó mely könyveket szeretné kikölcsönözni. Ezt a könyvtár munkatársai összekészítik és kihelyezik az automatába, amit a kapott QR kód segítségével vagy egy egyszer használható kód beírásával lehet használni. Amikor kiírja, hogy nekem egy könyv van az automatába, és azt szeretném átvenni, akkor meg kell nyomnom, hogy éppen a félretett könyvet akarom átvenni, hát hozhatnék is vissza a könyvet, de most nem azt akarom. És akkor kinyílik az automata, és benne van a könyv. A rendszer és annak kihelyezése 5 millió forintba került, hogy ez hosszú életű és jól használható legyen, néhány szabályt be kell tartani. Annyit kérünk, hogy ha vissza is szeretne adni könyvet, ne ugyanabban rekeszbe tegye, hanem indítson egy új tranzakciót, lépjen be újra, és akkor ki fog nyílni egy másik rekesz. Hát az integrált könyvtári rendszerünk így tudja ezt kezelni. Arra figyeljenek még, hogyha befejezték a műveletet, akkor lépjenek ki a kezelőfelületből. A nyíregyházi 24 órában használható könyvkölcsönző automata nem az első az országban. Országos szinten már számos automatával rendelkezünk. Kaposváron, Debrecenben, Tatabányán például vannak már ilyen könyvautomaták, és nagyon-nagyon jók a tapasztalatok. Ugye ez azt jelenti, hogy a könyvtár szolgáltatásait a nap 24 órájában elérhetik a felhasználók, tehát így lehetőségük van bármikor ellátogatni a könyvtárba. Tehát azt gondolom, hogy Nyíregyházán is hasonló tapasztalatokkal fognak majd találkozni. Az ünnepélyes átadón az is elhangzott, amennyiben a kölcsönző beváltja a hozzáfűzött reményeket, a későbbiekben a város más pontjaira is telepíthetnek majd ilyen automatákat. Az országos középiskolai tanulmányi verseny egyik első helyezettje lett Orosz Réka Ildikó, aki a Nyíregyházi Kródi Gyula gimnáziumban érettségizett idén. Felkészítő tanára Komoróci Tamás, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikumának informatika szakos pedagógusa.
Köszöntelek benneteket, köszöntöm tanár úr, jó estét kívánok. Hát szívből gratulálunk, és amikor megtudtam, hogy Ildikó lesz a vendégünk tanár úrral, és ugye ennek az OKTV-nek az egyik első helyezettje, akkor az első asszociációm az, hogy úristen, lány létére ilyen eredmények. Meglepő ez, hogy egy lány, illetve hogy a lányok is most már egyre ügyesebbek és egyre nagyobb sikereket érnek el az informatika területén? Nekünk annyira már nem, de a közvéleményben az van, hogy ez inkább férfi szakma. De nagyon sok lányjal dolgozunk, nagyon sikeresek. Rékáról tudni kell, hogy programozás kategóriában is a legjobb lány lett az OKTV döntőben. Ez a sikere az alkalmazói kategóriában történt. Bennünket nem lepett meg, mert mi úgy gondoljuk, hogy a lányok és a fiúk között olyan nagy különbség nincs. Az biztos, hogy amikor jönnek hozzánk tanulni a diákok, akkor 36 diákból 3-4 lány maximum. Ilyen sikereket tanár úr felkészítőként egyébként ért már el lányokkal, vagy inkább csak fiúkkal? Nem. Réka az egyetlen lány, akivel sikereket értem el. Minden más OKTV helyezett, vagy az első 30-ban végzett diák fiú volt. Nálunk ugye a technikumban jellemző a szakmai tanulmányi verseny, ott azért 4-5 évente egy lány tehetséget sikerül kinevelnünk, de OKTV területen nem. Akkor egy picit a felkészítésről, tanár úrat, ha faggathatnám, milyen mélységekbe lehet mondjuk egy-egy ilyen felkészítő időszak során menni, vagy egyetlen hogy nézett ki ez a Réka esetében? Kezdjük az elején, kell hozzá jó alapanyag, tehát dr. Csernok Mária és Egri Józsefné tanítványa volt korábban Réka, és hogyha ők nem teremtik meg ezt az alapot, akkor nekem esélyem nincs arra, hogy egy picit is hozzátegyek a tudásához. Ő 10-ben került a kezeim közé, az ELTE által szervezett tehetséggondozó szakkör volt az, ami apropót adott, hogy mi találkozzunk, és ott kezdődött el a mi közös történetünk. Elsősorban programozás területén próbáltunk fejlődni, és akkor derült ki, hogy ő tehetséges mind a két területen, és a tehetséggondozó szakkörön tudatosan készültünk az alkalmazói kategóriára is. Nekünk különösen az adatbázis volt, mert hiszen amikor hozzám került, az adatbázis kezelést ő még nem tudta. Tehát az teljesen az én tudásomat reprezentálja, az ő tudása. Nagyon sokat dolgoztunk, szakkörön kívül is ez a két óra, amit a szakkör biztosít, az ELTE szakkör, ez ahhoz kevés lett volna, hogy ide érjen. De elnézést Rékától, én mindig úgy elemeztem, hogy mutatok neki valamit, és olyan, mint a szivacs, aki magában szívja a vizet, ő megmutattam, és egyszerűen tudta a következő alkalommal használni. Tehát nem az csak, hogy ő rendelkezik egy ilyen tudással, hanem alkalmazni is tudta. Azt gondolom, hogy ez a tehetség. Igen. Mert már persze nyilván kell hozzá szorgalom is, meg egyfajta alázat is, hogy figyelem, de amikor ez aztán a következő alkalommal így szárba szökken, ahhoz mindenképpen kell a tehetség. Réka, mikor vettétek észre, vagy vetted észre magadban, hogy van affinitásod, vagy hogy ez neked olyan egyszerűen és könnyedén megy, gondolom én laikusként, nem tudom, hogy így van-e. Hát 5.-6. koromban általános iskolában, mikor informatika óráink voltak, akkor elkezdtünk az Excel-lel és a Word-del foglalkozni, és hát tanárnőm szerint, Egri Józsefné tanárnő szerint nagyon jól ment, és ezért benevezett néhány versenyre, ahol nagyon jó eredményeket értem el, és ezóta járok versenyekre. Hát tulajdonképpen akkor ugye csak ráléptél erre az útra, és az azóta a siker kis macska köveivel van kikockázva, de hát azért csak volt már ennek kis iskoláskorban is valami előszele, gondolom, hogy jó voltál matekból, a logikus gondolkodás sem állt távolt tőled. Igen. Matek versenyekre is járok azóta is, kedvenc tantárgyam is a matematika, illetve sport
Hát versenyszerűen dámázok. Ez egy logikai táblajáték, és ez is nagyban kapcsolódik az informatikához. Hát Réka, azt gondolom, hogy a fiúknak fel kell kötni majd az alsó neműt, mert biztos, hogy tehát nehéz lesz téged megvezetni, bármiféle olyan témában szerintem nagyon vág az eszed. Ezzel az OKTV első helyezettséggel gondolom, hogy egyenes út vezet a felsőoktatásba. Hová készülsz? Budapestre, az ELTE-re, programtervező informatikus szakra. Na hát, ugye a legtöbb ember számára ez olyan, mintha mondjuk azt mondanánk, hogy nem tudom, a valamilyen űrállomáson fogsz tevékenykedni, tehát egy laikus számára elképzelhetetlen, hogy mi minden tanul, mondjuk jelesül egy ilyen diák az ELTE-n, illetve hát, hogy mennyi lehetősége van majd később arra, hogy érvényesüljön, hiszen ugye azt tudjuk, laikusok is, hogy egy jó informatikus programozó számára nyitva van a világ, és szinte bárhonnan dolgozhat, és meglehetősen jó fizetésért. Milyen terveid vannak a jövőre majd az egyetem után? Hát ez a programtervező informatikus, ez egy 3 éves alapképzés. Utána szeretnék még egy 2 éves mesterképzést elvégezni, de azt már szerintem valahol külföldön. Aztán pedig dolgozni szeretnék mesterséges intelligenciával kapcsolatos munkahelyen. Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Egyébként hogy látod, melyik mondjuk Európába vagy Európán túlra mennél? Tehát hol olyan a programozás, informatika, ahol érdemes mondjuk egyetemi szinten még tanulni Magyarországon kívül? Én most úgy látom, hogy szívem szerint Amerikába mennék. Ott vannak jó képzések, meg igen, amúgy is kíváncsi vagyok Amerikára. Na egy picit azért mesélj arról, hogy a családod mondjuk mit szól ezekhez a sikerekhez, vagy mennyire természetes az mondjuk a ti családotokban, hogy a lányoknak, a hölgyeknek van ilyen fajta affinitása mondjuk. Hát nagyon örül neki a családom, hogy ilyen jól szerepelek a versenyeken, de nagyon meglepődtek rajta, mert hogy a családban senki nem foglalkozik informatikával, egyáltalán nem ilyen területen dolgoznak, és hát szokatlan nekik, de örülnek és mindenben támogatnak. Tulajdonképpen akkor azt lehet mondani, hogy úttörő vagy a családodban, de azért el tudom képzelni, hogy már mondjuk a te gyermekeid számára természetes lesz, hogy mondjuk ebben a világban mozognak majd. Tanár úr, ugye említette, hogy a szakkör önmagában kevés lett volna, de mégis egy jó lehetőséget teremt. Ez gyakorlatilag most is, a jövőben is lehetőség majd azoknak a diákoknak, akik egy kicsit komolyabban szeretnének foglalkozni az informatikával? Igen, a szakkör elsősorban nem nyíregyháziaknak nyitott, de minden iskolából jöhetnek, hiszen látszik, hogy a Széchenyi tanárként egy krúdis hölgyet sikerült a csúcsra juttatni. Vannak iskolák, ahonnan szívesen küldenek diákokat. Az ELTE szakkör egy EU-s pályázat útján valósul meg, a következő év lesz az utolsó. Az ELTE informatikai kara szerint azt mondják, hogy ennek lesz jövőben is folytatása, hiszen sikeres más szakköröket is szerveznek országszerte, és hasonló, nem ilyen kimagasló, de azért hasonló eredményeket sikerül elérni. Tehát bízunk benne, hogy ennek lesz folytatása. Ez csak egy alap, én úgy tekintek rá, mert azon kívül is tehetségekkel muszáj foglalkozni, hogy ilyen eredményeket tudjanak elérni. Hát köszönjük szépen, és még egyszer szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk a tanulmányaidba, tanárnak pedig az oktatás területén. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézők, ez a vége a Weekend első részének. A híradó után Györfi Kis József, írói elnevén John Cure lesz a vendégünk. Maradjanak velünk. Hazánk egyik legolvasottabb misztikus thriller írójának jelent meg új kötete, Istentelen vidék címmel. Vendégem Györfi Kis József, alias John Cure, írói névén. Jó estét kívánok, szervusz! Szép estét! Hát ugye az, hogy angol szász néven publikálsz, az azt gondolom, hogy ebben a műfajban egy teljesen természetes
nem is tudom, kellék használati eszköz a sikernek a titka, vagy, vagy miért nem lehet magyar saját néven publikálni? Lehetne. Tehát igazság szerint én azt gondolom, hogy valóban a műfajnak van ilyen sajátossága, hogy tehát a maga a pszichotrillerek, misztikus thrillerek, ezek kimondottan ilyen amerikai műfajok, és valamikor a 90-es, 2000-es években ez egy nagyon bevált dolog volt, hogy az írók külföldi angol szász író jelneveket választottak maguknak. Viszont pont a 2000-es évek második felében már lehetett azt érzékelni, hogy magyar írói néven is ugyanúgy sikeresen el lehet adni könyveket, és nagyon érdekes, mert ugye én alapvetően pont emiatt választottam egy angol szász írói álnevet, valamint nem akartam az élet mindig minden területen íróként is szerepelni, tehát próbáltam mindenféleképpen elválasztani, vagy külön választani a magánéletemtől úgymond az írói létemet. És ettől függetlenül az az érdekes, hogy amikor az olvasók megtudták, hogy nem amerikai író vagyok, hanem magyar, akkor sokkal inkább akkor futottak be a regényeim. Tehát ma már én azt látom, hogy nagyon működik az, hogyha valaki akár magyar íróként ír könyveket, akár még sokkal sikeresebb tud lenni, vagy sokkal keresettebb tud lenni, mint hogyha mondjuk egy írói álnév mögé bújik. De természetesen nekem közben már olyan jó felépített ez a név, mint egy márkanév, hogy annak ellenére, hogy néha már elgondolkodtam, hogy akár mondjuk történelmi regény, meg van egy-két olyan ötletem, amit nem ebbe a zsánerbe szeretnék írni, hogy azt esetleg a saját nevemben publikáljam, de valójában ennek még nincs ilyen szinten létjogosultsága, mert olyan jó márkanév már a nevem, hogy nem érné meg változtatni. De úgy gondolom, hogy az igazi rajongóid azok szeretik tudni azt, hogy ki is vagy valójában, és nem csak a könyveidhez kötődnek meg ahhoz a hangulathoz, amit megteremtesz egy-egy alkotásban, hanem valahol hozzád is, mert azért te is egy ilyen nagyon különleges ember vagy a maga sokrétűségeddel, a sokszínűségeddel, a kíváncsiságoddal, ezzel a vibrál lással, ami tulajdonképpen az egész eddigi életedet jellemezte, ha lehet ezt mondani. Igen, ezt gyakran visszahallom, és valóban megvan bennem ez a kíváncsiság, meg ilyen, szerintem nagyon, nagyon tudok lelkesedni dolgok iránt, amivel foglalkozom, és hát valójában az olvasók szerintem nem csak az én esetemben, hanem én nagyon sokszor találkozok írókkal, akik mondjuk lehet, hogy nem sokkal jobban írnak, és mégsem tudnak kellően sikeresek lenni, pont azért, mert saját magukat nem tudják jól felépíteni, saját magukat nem tudják kellőképpen megmutatni az olvasóknak, ugyanis ez nagyon jól látod, hiszen az olvasók már gyakorlatilag sokkal inkább kíváncsiak első körben magára, személyre, hogy ki az, aki a könyvek mögött van, és hogyha kellően érdekesnek találják azt a személyt, aki a regényeket írja, akkor kíváncsiak lesznek arra is, hogy mi az, amit olvastál, vagyis mi az, amit ír, tehát hogy mit fognak tőle tudni majd olvasni. És talán főleg az új olvasók megszerzésében ennek nagyon fontos jelentősége van. Én úgy gondolom, hogy minden embert izgatnak a titkok, tehát a spiritualizmus, a misztérium, vagy akár mondjuk egy bűnügyi történet, és ugye a te regényeidben mindenből kapnak egy picit, olyan határmesdjéken mozogsz, ahol úgy bele-bele pillanthatunk, vagy bele borzonghatunk bizonyos részletekben, miközben a nagy egészet lehet, hogy nem is tudjuk, de egy jól felépített cselekmény után ez a fajta izgatottság, ez a fajta borzongás, ez a fajta érdeklődés ugye megmarad végig az olvasóban. Ahhoz, hogy valaki egy ilyen sztorit meg tudjon írni, ahhoz szerintem rengeteg mindennek kell birtokosának lenni, tehát nem csak ugye a konkrétumokra gondolok, hanem az egyéb társtudományoknak az ismeretére, tehát neked azért a kriminalisztikában, a pszichológiában, vagy akár a lélektanban, vagy a spiritualizmusban ugyanúgy otthon kell lenni. Hogy fér be ez a te idődbe, hogy írsz is, gondolom, hogy megszerzed az információkat is, és hát azért még civilben vannak más munkáid is. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, amikor leírok egy könyvet megírni, akkor mindig olyan témákat érintek, tehát egy olyan témaköré építem föl az alapcselekményt, és utána magát az egész történet, meg a cselekményeket, ami engem érdekel. Tehát így született például regény a Fekete Esernyős Férfi című könyvem a bioenergetikáról szól. Mert akkor ugye a bioenergetika, amivel érdekelt, akkor abba el tudtam mélyülni. Vagy a kriminalisztika, vagy a kriminálpszichológia eleve mondjuk van ilyen típusú végzettségem, tehát ez a terület érdekel. A legutóbbi könyvemben, az Istentelen vidékben például elkezdtem foglalkozni
foglalkozni a szektákkal. Kíváncsi voltam, hogy milyenek ezek a vallási szekták, és akkor gyakorlatilag az alföldi, egy alföldi kis településre helyeztem egy ilyen titkos vallási szektát. És ez akkor magyarországi történet? Há, igen, persze. Tehát az utóbbi években a legtöbb regénye már mind magyarországi helyszíneken játszódik, mert mégiscsak ebbe a kultúrkörnyezetbe élek, ebből sokkal könnyebb aztán megírni egy történetet, sokkal könnyebb itt kutatómunkákat is végezni. Tehát mivel érdekel, tehát az érdeklődésem középpontjában van, amit éppen írok, ezért nagyon jól tudok rá fókuszálni, és jól be tudom hozzáosztani az időmet. Mennyire tudsz, vagy mennyire kell belehelyezkedni mondjuk akár egy bűnt elkövető személynek a karakterébe, és ez mondjuk mennyire skizoid érzés megírni úgy, hogy kicsit azt gondolom, hogy azonosulni is kell a legkegyetlenebb bugyrokkal, ami miatt mondjuk valakiből tényleg bántalmazó lesz, vagy akár gyilkos. Mindamellett pedig hát erkölcsileg azért mégiscsak el kell tudni határolódni tőle. Hogy van az alkotás folyamatában nálad? Nálam valószínűleg az is benne van, hogy nekem ez mindig könnyen ment. Ugyanis korábban én például rajzfilmekkel foglalkoztam, animációs filmeket készítettem, és ott mozdulattervezőként ugyanúgy mindig minden karakternek az ember belebújt a szerepébe, a személyiségébe, eljátszott, és még plusz le is rajzolta. Most ebben az esetben pedig gyakorlatilag egy írónak szerintem valószínűleg ilyen természetes, mert jó megfigyelőnek kell lenni, odafigyelek az emberekre, sokkal érzékenyebb vagyok valószínűleg pont ennek emiatt a külvilágra is. Tehát ha kell, akkor tudok akár egy sorozatgyilkos is lenni, míg a következő oldalon, meg a következő fejezetben egy szerelmes nőnek bújok bele a bőrébe, és azt fogom tudni kellő átéléssel mondjuk leírni. Nálam ez igazából úgy működik, hogy én amikor leülök írni, én mindig azt tapasztalom, hogy ez egy ilyen tudatmódosult állapot. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ahogy leülök a gép elé, átkapcsolok, és akkor így annyira el tudok veszni abba a két órába a történetbe, amit írok, hogy igazából ott nagyon könnyen megy ez, hogy a szerepeknek a mélységeit meg tudjam élni, és akkor ki tudjam bontani szépen. Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy ilyen ihletett állapot, igen. Tehát, és akkor gondolom, hogy maga az idő és a térérzékelés és minden más át formálódik. Milyen érzés visszacsöppenni, amikor a sztoriból utána visszaállsz a saját életedbe? Hát igazából én ezt ahhoz szoktam hasonlítani, hogy amikor egy történeten dolgozom, az egy kicsit olyan, mint amikor az ember szerelmes. Tehát igazából nem is tudok mindig visszacsöppenni teljesen, tehát nem tudok elszakadni, hiszen azért írom épp azt a történetet, mert az a sok ötletem közül éppen, ami a leginkább megkívánt születni, tehát az foglalkoztat leginkább, és amikor ezt elkezdem írni, akkor igazából ez tényleg olyan, mint a szerelem, hogy ezekkel a szereplőkkel fekszem, velük ébredek. Tehát ők az első gondolataim, este ők az utolsók. Tehát igazából mindig ott vagyok egy picit az adott szituációkban, a cselekmények, mindig szövöm őket tovább. Most mindegy, hogy éppen egy filmet nézek, és ott kalandozok el, vagy kimegyek, futok másfél órát, és akkor éppen ott szövöm tovább a történetet. Én azt gondolom, hogy ez a sikertitka, mert ettől lesz a dolog nagyon-nagyon hiteles. Nem tudom, hogy ez a lendület meddig tart, ez az ihletett állapot meddig tart önkifejezésben, vagy önkeresésben, egy életet le lehet így tolni, ha mondhatom ezt egy picit csúnyán, vagy igazándiból maga az alkotás szenvedélye az, ami jó, és akkor fölösleges is ezen tulajdonképpen agyalni. Én azt kívánom, hogy ez az útkeresés, ez ilyen, és ehhez hasonlóan sikeres könyvek ben nyilvánuljon meg az olvasók számára, és hogy legyen sok-sok ilyen izgalmas terület, amit te akarj még megismerni, mert akkor abból azt gondolom, hogy az olvasók is mindenképpen profitálnak egy-egy új területen. Mi az, ami most az agyadban már ott van, egy kis csíra, amiből valószínűleg megszületik a következő könyv? Hát igazából a következő napokban fogom elkezdeni a legújabb regényemet. Néhány évvel ezelőtt már megjelent a Medúza krónikáknak az első része, és ez gyakorlatilag egy ilyen regény folyam lesz, amiben mindig különböző témákat dolgozok fel. Egy főszereplő, egy titkosszolgálati elhárító tisztnek a személye köré, és ugye milyen jellegű történetek lesznek. Most, ami leginkább foglalkoztat, és mit elkezdek írni, ez az emberkereskedelemmel kapcsolatos. Mivel most ez nagyon szívügyem, és az én munkám is ehhez kapcsolódik, a szexuális kizsákmányolás, emberkereskedelemben belül, amik vannak, kényszerkoldultatás, vagy ugye az a modernkori rabszolgaság, az ez elleni fellépés, és hogy mivel ebben vagyok most nagyon benne, és ez tényleg egy ilyen szívügyem, most a mostani könyvem is, ami a Medúza krónikának a következő része lesz, az is gyakorlatilag e köré, a témakör köré fog szövődni, és ott fognak bonyolódni a cselekmény szálai. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves nézők, maradunk az olvasásnál. A Magyar Lubi Kastélyban több kötetet mutattak be a közelmúltban. Erről láthatnak összeállítást a következő percekben. Pásztorételekről, személyes szatmári élményekről és egy memoárból készült kiadvány is megjelent a Lubi Társaság gondozásában. A különböző témájú könyvekben közös, hogy a szatmári emberek mindennapjairól, kultúrájáról, történelméről szólnak. Bene János történész, szaploncai Lubi Lajos egykori nagyari földbirtokos emigrációjában készült írásaiból szerkesztett hiánypótló kötetet. Megismerhet egy olyan szatmári birtokos nemest, aki azon kívül, hogy a lovat, a földet, a gazdálkodást szerette, imádta, ha ezt a szót is használhatjuk, hogyan élte át a II. Világháború poklát, mint huszár tiszt, mint huszár tartalékos tiszt, miközben mindig az volt a vágya, hogy gazdálkodhasson, itthon lehessen, és valamit tegyen a falujáért, a közösségét. Neki a sors mást rendelt, mégpedig azt rendelte, hogy 1939-től egészen 1945-ig mundérban kellett szolgálni ezt a hazát, és részt vett a huszár ezreddel a II. Világháború két nagy hadjáratában, 1941 nyarán Ukrajnában, ahonnan novemberben jöttek haza, és 1944 nyarától a lengyelországi Pripyat mocsarakban vívott harcoktól egészen 1945-ig, amikor valahol Németországba, amerikai fogságba estek. Ez lenne a vázlatos története az ő életútjának, de a kötetben ezen kívül mindazok a dolgok benne vannak, ami számunkra volt nagyon fontos, hiszen a katonai élet mindennapjairól, az apróságokról, egy reggeliről, egy kiképzésről, akár vagy egy kimaradásról, hogy hogyan is zajlott az le mondjuk Nyíregyházán, egy olyan tisztnek, aki igazán a nagyvárost messziről ismerte, hiszen Sátoraljújhelyen, Nagykalóba járt iskolában, ami nem nevezhető igazán nagyvárosnak, hogyan illeszkedik be ebbe az életbe, hogyan illeszkedik be egy olyan közösségbe, amelyiket azért szigorú, alá fölérendeltségi viszonyok szabályoznak. Az biztos igaz, hogy nagyon sokat segített neki ebben az, hogy mint minden szabolcsi és szatmári birtokos ember óriási rokonsággal rendelkezett, és a rokonságban mindig volt valaki, aki éppen egy hirtelen jött akadálynál tovább tudta lendíteni, mint ahogy például egy rokona így nézel azt, hogy a érettségi után, amikor ugye 18 éves, már katonaköteles, de még nem behívható állapotban lenne, hogy elintézik azt, hogy mégiscsak a vezérkar főnöksége engedélyezi, hogy 19 éves, mondhatnám azt kölyökként, bekerüljön a komoly, megfontolt huszár tisztek közösségébe, és végezhesse azt a munkát, amit akkor, ha nem is igazán szeretetből, de kötelességből vállalt, mert akkor még kötelességnek érezte minden fiatal azt, hogy a hazát fegyveresen is szolgálnia kell. Szóval rengeteg olyan dolog van a kötetben, ami mind a mai napig, a mai nap emberének is szólhatna, hogyha lenne erre a fogadókészség. Reméljük, hogy lesz. Kis József penyigei pedagógus különleges néprajzi gyűjtőmunkája a Pásztortűzön 66 szatmári pásztorétel címmel a mára szinte feledésbe merült szakma mindennapjait, eredeti receptjeit közli. Azoknak az embereknek a mindennapjaiba enged bepillantást, akik régen az állattartással foglalkoztak, uradalmakban őriztek állatokat, gondoztak, sőt gyógyítottak is, ha a szükség úgy kívánta, és az önellátás szigorú rendjét pedig ott tanulták ki, és ezeket a gyönyörű történeteket, élményeket igyekeztem én leírni, és most, hogy ezt közlet adva, úgy érzem, hogy egy ilyen hiánypótló könyv látott napvilágot, mert a jó pörkölt, ha úgy vesszük, bárki megfőzheti, kóstoltam most hétvégén Karcagon is, de úgy, ahogy Szimbandi bácsi elmondja, az egykori kömöré juhász, vagy Huszti Mihály bácsi, egykori turistváni számadó juhász, az csak a szatmáriakra jellemző, a szatmári emberekre is ezáltal válnak szatmári étellé, és mindannyiunk kedvenc ételévé. Minden recept úgy indul, hogy egy kis élettörténettel bemutatja
pásztornak a korábbi életvitelét, életét, hogyan került erre a pályára, hogy így mondjam, ezt a szép hivatást hogyan sikerült neki üzni, eleget tenni a gazdák, vagy esetleg az uradalom kívánságainak, és ezek után hogyan szerezte meg az ehhez való élelmet, és ezek után taglalja a hozzávalókat és a főzés rendjét. A harmadik kötet Borbé Balázs Szatmári kalandozások című kiadványa, melyben a szerző saját élményein keresztül közel 50 települést mutat be olvasmányosan. Én elég sokat csavarogtam itt a környéken, főleg biciklivel, nem is olyan régen is, de gyakorlatilag elég sok időt töltöttem azzal, hogy bebarangoltam gyakorlatilag a gyarmati meg a csengeri járás összes települését. Közben fotózgattam, figyelgettem, beszélgettem, megálltam, nem siettem, és ahogy telt az idő, úgy ezek a élmények, ezek a tapasztalatok, ezek kezdtek úgy kikívánkozni belőlem, és először ilyen rövidebb írások formájában, később aztán kicsit hosszabb lére engedve próbáltam ezeket megörökíteni. A Lubi Társaság 2013-ban azzal a céllal jött létre, hogy feltárja és bemutassa a Lubi család szatmári nemzedékeinek közéleti kulturális tevékenységét. Megalakulásuk óta történelmi filmek készültek, valamint társasjáték is megjelent már gondozásukban. A könyvek egyrészt eljutnak a közkönyvtárainkba, illetve a helytörténeti gyűjteményekbe, de mi igazán ezekkel a könyvekkel a szatmári embereket szeretnénk tájékoztatni, hogy ők maguk is ismerjék meg, csodálkozzanak rá, és értékeljék ezeket, merüljenek el a múltban. Kicsit most itt ugye nagyon célirányosan vannak összegyűjtve az egyes területek, ezrészt a saját ismeretünket, önbecsülésünket tudjuk ezzel növelni. Természetesen másoknak is szól a könyv, akik kíváncsiak a szatmári ember egykori életére, akár ilyen területen. Amikor kereken 10 évvel ezelőtt néhányat magammal elhatároztuk, hogy megalapítjuk a Lubi Társaságot, akkor a később formálódó alapszabályzatunkban lerögzítettük, hogy nem csupán már általunk is ismert, és mások által is ismert értékeket szeretnénk a továbbiakban népszerűsíteni, mások számára hozzáférhetőbbé tenni, hanem saját magunk is teremtünk értékeket, magunk is természetesen közben felfedezzük azt a területet, a szatmári térséget, amelyről olyan sok mindent tudtunk, és már akkor is láttuk, hogy még olyan sok mindent nem tudunk. Hála Istennek az elmúlt 10 évben lelkes kis csapat jött össze, bizony már több mint 70-en vagyunk ebben az egyesületben, akik a maguk tudásának és lehetőségének megfelelően vesznek részt a munkában, és vannak természetesen olyan kutatóink, történészeink, olyan lelkes emberek, akik maguk is a saját érdeklődésük alapján járják a vidéket, vagy bújják a könyveket, esetleg a levéltár iratokat, és csodálkoznak rá nagyon érdekes dolgokra, amelyeket természetesen nem elég csak elmondani egymásnak, hanem szeretnénk valamilyen rendszerezettebb formában, szisztematikusan is feldolgozni és a közösség számára elérhetővé tenni. Augusztus végéig 3 kiállítással várja az érdeklődőket a Nagykállói Vár és Örökségvédő Alapítvány. A Józsa András kiállítás mellett Keresztúri Sándor festőművész jubileumi tárlatát, valamint egy különleges 3000 kötetből álló könyvtárszobát is megtekinthetnek az érdeklődők. Józsa András kalandos és színes életéről mesélnek ezek a tárgyak. Az emlékszoba a Nyíregyházi Józsa András Múzeumból költözött a Nagykállói Vár és Örökségvédő Alapítvány belvárosi kiállító termébe. Józsa igazi polihisztor volt, nagytudású orvos és a magyar régészet jelentős személyisége egyben, aki több szálon kötődik Nagykállóhoz. Az itt töltött évei alatt ő vette át a Korányi Frigyes által alapított kórházat, melyet 8 ágyasról 84 ágyas komoly intézménnyé fejlesztett. Gyermekei is Nagykállóban születtek. Dolgozó szobájának lehető legpontosabb rekonstrukciója ez, amely a rendelő mellett régészeti munkájának emlékeit is őrzi. A Józsa András Múzeumtól Körösfői Zsolt keresett minket, hogy mivel a múzeum bezár, és még 2,5 évre ki kell állítani a Józsa András kiállítást, ezért úgy gondolják, hogy Nagykállóban jó helye lenne.
mivel nagykálói kötődésű orvosról van szó, 20 évig Nagykálóban élt, így mi ezt örömmel fogadtuk ezt a kiállítást, és még nálunk kell 2,5 évig lennie, azután kell visszaadni a múzeumnak. Most ez áll egy József András emlékszobából és a Korhány hegynek a feltárásából. Szervezetlen formában, civil kezdeményezésből jött létre a Nagykálói Vár és Örökségvédő Alapítvány. Kevesen tudják, de a településen az 1500-as évek végétől az 1700-as évek elejéig egy földvár állt. A város múltjának feltárását szorgalmazó civilek erőfeszítéseit látva, az önkormányzat ezt az épületrészt adta használatba a szervezet számára. Tulajdonképpen várbarátokként indultunk, egy Facebookos csoport volt, nagy lelkesedéssel kezdtünk neki várfeltárásnak, kiállításnak és előadássorozatnak, de akkor még nem voltunk szervezetként formálódva. Az első kiállításunk ugyanezen falak között a könyvtár épületében, a nagy termében készítettük el, ez januárban történt, igen nagy sikerű kiállítás volt, ami után képviselő úr javaslatára szervezetté formáltuk, segített is benne, megalakult a Nagykálói Vár és Örökségvédő Alapítvány. Most tulajdonképpen a kuratórium 4 főből áll, de azon kívül nagyon sok lelkes segítőnk van, akik szintén részt vesznek ebbe a munkálatokba, ezzel a várral kapcsolatos, örökséggel kapcsolatos munkálatokba. És miután megalakult az alapítvány, úgy gondoltuk, hogy szükségünk lenne egy olyan helyre, ahol állandó kiállítást tudunk, tehát egy kis bázisunk van, ahonnan meg tudunk indulni. És így jött szóba ugyanezen az épületen belül egy épületrész, amely már sok évtizeden szinte kihasználatlan, nem volt különösebb funkciója, és ebben az épületrészbe kértük el az önkormányzattól. Most a képviselőtestület egyhangulag ezt megszavazta, bíztak a tevékenységünkbe, bíztak abban, hogy mi ezt az épületrészt felújítjuk, és itt kialakítunk valami kiállítást. Tulajdonképpen ezt az épületrészt felújítottuk, vezetékek csüngtek a falból, falakat kellett bontani, akkor ajtónyílásokat szabadítottunk fel, persze mivel műemléképület, a műemlékvédelem engedélyével, és nem átalakításokat végeztünk, hanem visszaalakításokat. Most ezek a visszaalakítások egy olyan 3 hónapot vettek igénybe, mire teljesen kifestettük és rendbe tettük az épületet, és most már gyönyörűségesen pompázva mutatja eredeti képét. Már a felújítás ideje alatt a Józsa kiállítás mellett több tárlat megrendezésére is lehetőséget kapott az alapítvány. Az önkormányzat részéről kerestek fel minket, hogy van egy tanári könyvtár, ami a Nagykálói Főgimnázium tanári könyvtára. Ezt a könyvtárat felajánlanák az alapítványnak, mert tulajdonképpen nem találnak helyet neki. Nem akart vele különösebben senki foglalkozni, rossz állapotú könyvek voltak bedobozolva, megtisztításra, javításra vártak, és persze könyves polcot kellett nekik készíteni. Na most ezek a könyvek láthatók a legszebb termünkben, a könyvtárteremben, ez körülbelül 3000 darabból álló könyvtár. Van a vártörténetről is egy kis ízelítő, amit majd szeptembertől sokkal komolyabban fogunk elkészíteni, tehát ez mondhatni csak egy kis bónusz az egész kiállításhoz. Egy vitrina vártörténetről szól, itt metszetek, különböző tárgyak, amiket a várterületéről szedtek össze, azok vannak kiállítva, és egy másik vitrínbe pedig a református egyháznak a kincsei, 1600-as évekből a kupák, serlegek, amik még a vár idejéből származnak. A kiállítótér Keresztúri Sándor nagykálói festőművész 60 év a festészetben című jubileumi kiállításának is otthont ad. Keresztúri Sándorral, a nagykálói festőművésszel igen jó a kapcsolatunk, felkért rá, hogy készítsen nekünk a vártörténeti kiállításhoz kapcsolódóan 3 címer pajzsot, amely Nagykáló eredeti címerét ábrázolja az egyik, ez 1604-ben még Bocskai ajándékozta a városnak, a második Szabolcs vármegye címere, és a harmadik pedig a vár idejéből a Ferdinánd Dénáron található Magyarország címere. Tehát ezeket megfestette nekünk Keresztúri Sándor, és mi úgy gondoltuk, hogy akkor együtt az ünnepélyes átadója, nem csak a címerek átadójáról szólna, hanem a festmény kiállítást is megszerveznénk az ő tiszteletére. És egy ilyen körülbelül 30 festmény van kiállítva a folyosónkon.
A Józsa kiállítás, valamint Keresztúri Sándor festményei augusztus végéig láthatók a Nagykárló belvárosában lévő helyszínen. Köszönjük, hogy velünk tartottak, töltsék kellemesen a hétvégét, várjuk Önöket a jövő pénteken is, viszontlátásra!